A Vermesi Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola komoly zene, festészet, néptánc és népzene tagozatainak évzáró vizsgái, hangszeres meghallgatásai május-júniusban zajlanak. A szerepléseket, fellépéseket, kiállításokat a szülők, hozzátartozók, érdeklődők is megtekinthetik. Hát a művészeti iskolánknak 4 ágazata van mostantól. Van a komoly zene, van a festészet, van a néptánc, és van a népzene ágazatok. És évzáróként minden évben vizsgákat rendezünk. Táncvizsga, festészeti kiállítás, ami vizsgának felel meg. Csoportos vizsga a szolfézs osztályoknak, és hangszervizsga a zenészeknek, népzenészeknek is, és a komoly zenészeknek is. Ez az időszak most kezdődik, és június elején fejeződik be. A táncvizsgánk május 27-én lesz 5 órától a Magházban. Itt 2 részre osztottuk a táncosokat. 5 órától és 17-től lesz 2 előadás, amelyet megnézhetnek a szülők és az érdeklődők is. Június 2-án 17 óra 30-tól, vagyis 17:30-tól az iskolában, a központi iskolában lesz a kiállítása a festészeti tagozatosoknak. Minden tanuló egy munkával jelentkezik, és ezt megnézheti a hozzátartozója és azok, akiket érdekel a festészet. A legkisebbek zenéből, rátérve a komoly zenére, 17-én Káti Bernadett tanárnőnek az elsősei fognak vizsgázni, úgy mondjuk, hogy vizsgázni, de valójában ez egy szereplés. A következő 19-én lesz Veres Varga Virág tanárnőnek a 4. osztályosai fognak szerepelni, és ez az iskolába, a központi iskolába, és 19:30-tól az evangélikus templomban fognak szerepelni Mácsainé Szegő Klárának a kóruskája, a kicsiknek a kórusa. Kicsik az azt jelenti, hogy az alsó tagozatnak a kórusa. Ezután kezdődnek a hangszervizsgák, ezekre minden gyerek megkapja a meghívót, vagyis a szülője számára, mert ez sok teremben lesz sok alkalommal. Említette, hogy ezek valójában nem is vizsgák, hanem szereplések. Ezt akartam kérdezni, hogy nem stresszeli-e a 7-8-10 éves gyereket a vizsga? Úgy gondolom, hogy ez tanárfüggő, és a mi tanáraink olyanok, hogy a gyerekekkel megszerettetik a hangszeren való játszást, a táncolást és a festést. Nem lesz ez egy szigorú vizsga hangulatú ez a szereplés, hanem bemutató a szülőnek, hogy mit csináltunk egész évben együtt a tanár a diákkal, mivel készültünk erre az évvégi szereplésre. Évközben is van 2 találkozásunk, van olyan például, amikor csak a diák és a tanárok vannak, ezek kicsit komolyabbak, de ezekre is úgy készítjük fel a gyerekeket, hogy itt nálunk sírás nem volt még.